A város bája a közösségépítő célja mellett jótékonysági szerepet is betöltött. A befolyt összegből hajdúszoboszlói óvodáknak alakítanak ki sószobát, de készségfejlesztő eszközöket is vásárolnak. A jótékonysági báról elmondható, hogy minden tekintetben elérte célját, hiszen a tervezett egy sószoba helyett kettő kiépítésére nyílik lehetőség, Bozoki Dénes és feleségének nagylelkű felajánlásának köszönhetően. Önfeledten, boldogan együtt játszanak a gyerekek tavasszal az óvodai csoportokban, azonban az őszi időjárás beköszöntével egyre inkább tapasztalható, hogy minden oktatási intézményben megnő a hiányzások száma a légúti megbetegedések miatt. Különösen bölcsődékben, óvodákban gyakori, hogy a gyerekek többsége hiányzik megfázás, hörgőgyulladás vagy más felső légúti betegség miatt. Erre a problémára jelent megoldást az a két sószoba, ami a jótékonysági bál eredményességének köszönhetően megvalósul városunkban. Ennek a sóklímának az a legnagyobb előnye, hogy az említett betegségeket mellékhatások nélkül gyógyítja. Míg a használatos gyógyszerek igen veszélyesek az immunrendszerre, sőt a gyerekek esetében tönkre is tehetik az immunrendszert, addig a só mellékhatások nélkül gyógyít. Tudományosan bizonyított, hogy nincs mellékhatása, és amit mi fel tudunk mutatni tapasztalásból eredményeket, azok kiválóak. Gyerekek esetén mondhatni azt, hogy lenyűgözőek, 2 vagy 3 kúrával, 20-25 kezeléses sóterápiás kúrával el tudjuk érni, hogy a gyerekek hosszú távon 20-25 évre tünetmentesek legyenek. Nem akarom azt a szót használni, hogy meggyógyultak, de hát ez már azt hiszem, hogy gyógyulást is jelent. Ennek a terápiás eljárásnak rendkívüli társadalmi hozama van. Minden harmadik gyerek ilyen betegségben szenved. A sóklímaterápia használata azt jelenti számukra, hogy tünetmentesek lesznek, újra terhelhetők lesznek, újra sportolhatnak, nem mulasztanak iskolai napokat, óvodai napokat, nincs szükségük gyógyszerre, és még olyan egyéb társadalmi vonzatai is vannak, hogy például a szülőnek nem kell miattuk betegállományba menni, és olyan társadalmi megtakarítások is csatlakoznak, mint az orvosi ügyeleti költség, a mentőautó költsége. Bozóki Dénesnek és feleségének örömükre szolgál, hogy ezeknek az eszközöknek valószínűleg évtizedekig fogják látni az előnyeit. Örömmel fogjuk konstatálni a gyerekeknek a javulását. Generációk nőhetnek föl hajdúszoboszlói óvodákban ilyen betegség nélkül. Természetesen nem csak a beteg gyerekeket fogjuk lekezelni, hanem az egészségeseket is, prevenciós céllal. Most egyelőre, hál' Istennek, lehetőségünk van, hogy 2 óvodába juttassuk el ezt a berendezést. Várakozásokon felül sikerült az idei jótékonysági bál. A felajánlásoknak köszönhetően 2.700.000 forint támogatási összeget sikerült elérni. A bál bevételének egy részét a tombola felajánlások, a támogatójegyek, az aukciós bevételek tették ki, és egy óriási bejelentés is volt ezen az estén. Polgármester úr adózott jövedelméből 500.000 forintot ajánlott fel a jótékony célra, és ezt a célt egészítette ki Katona Imre helyi vállalkozó felajánlása is, amely 1 000 000 forintot tesz ki. Azután nagy öröm ért bennünket, ugyanis Bozóki Dénes és felesége 2 sókészüléket ajánlott fel, tulajdonképpen ebből a kettőből az egyik ajándék, tehát ez egy nagyon nagy segítség lesz a város gyermekeinek, óvodáskorú gyermekeinek a számára. A vezető óvónővel is sikerült időközben felvenni a kapcsolatot, akik 2 lehetséges óvoda helyszínt neveznek meg, az egyik az Aranykapu óvoda, a másik pedig a Manókert úti óvoda. A sószobák mellett még a fejlesztő eszközökre is sikerült forrást elkülöníteni. A Liget és a Mesevár óvodában szeretnénk olyan készségfejlesztő motivációs eszközöket vásárolni, amelyek segítségével az azt igénylő gyermekek továbbfejleszthetők. Ezek mind olyan hiányosságai jelen pillanatban az óvodai rendszernek, amelyeket ezzel a bállal és az ebből befolyt összeggel igyekszünk orvosolni. Hát mindenkinek nagyon szépen köszönjük, és hát bízunk benne, hogy ezek a fejlesztő eszközök a óvodai nevelési év szeptemberi indulásakor üzembe állításra kerülnek, és egészséges és boldog gyermekek nevelkednek Hajdúszoboszlón.
A bár résztvevői szerint nem is lehetett volna jobb célt megfogalmazni ebben a vírusfertőzésekkel terhelt időszakban. Az elmúlt év bizonyította, hogy a légúti fertőzések gyakorisága igen nagy arányban van jelen a gyermekek körében. Elmondható, hogy ez a show klímaberendezés nagyon sok segítséget jelent a gyermekek egészségének megőrzéséhez.